Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az első kérdésem az, hogy lehet hallani rendesen? Igen. Szuper, mert kicsit problémáznak a mikrofonok. Hát a mai előadásomnak a címe a belső béke és harmónia elérésének módszere, vagyis a jóga. A lélek eredeti természete az, hogy békés és harmonikus. Érthető módon természetes módon következik ez, ebből az, hogy minden ember utat azon módszer iránt, amely módszer segítségével folyamatosan fönn tudja tartani ezt a nagyszerű állapotot, vagyis a békét és a harmóniát. Az előadásom a jogára fogja helyezni a fókuszt, de mielőtt még a jogára beszélnénk, szeretném megnézni, hogy ez a béke és ez a harmónia szó mit is jelent valójában. A meghatározások során mind a nyugati, mind a védikus megközelítést vázolni fogom. Kezdjük a harmónia szó meghatározásával az előadásról. Nyugati megközelítésben a harmónia jelentése rend, további jelentése összhang, összhatás, egybeegyeztetés. Továbbá jelenti a külső és belső béke meglétét, a testi és mentális egészség meglétét. Védikus megközelítésben egy fogalommal találkozhatunk, amely a következő. A lélek természetes helyzete, hogy kapcsolatban legyen a forrásával, Istennel és vele, illetve az általa teremtett világgal összhangban cselekedjen. Mind a két fogalomban láthatjuk, meghatározásban láthatjuk, hogy az összhang van kiemelve, összhang az énünk és a testünk között, összhang az énünk és a világ között, és a lélek és Isten között. Tehát, hogyha ez az összhang létrejön, akkor beszélünk harmóniáról. A következő szó, ami szerepel az előadásunk címében, az a béke. Nézzük meg, hogy a béke mit is jelent. Valójában kétféle béke létezik. Van egy külső béke, amely ugye a világra vonatkozik, és van egy belső béke, amely az énünkre, a saját személyiségünkre vonatkozik. A teljesség igénye miatt most mind a kettőről fogok beszélni, de az előadásom a belső békét fogja hangsúlyozni. Nyugati megközelítésben a külső béke a háborúk, a konfliktusok hiányát jelenti, az erőszak nélküli állapotot. Belső béke az pedig a nyugalom meglétére utal, a tiszta lelkiismeretre, a boldogság állapotára. Ha kettőt együtt nézzük, akkor egy egyensúlyról beszélhetünk a testünk és a külvilág között, valamint a jólét és az egészség állapota, ha megvan, akkor beszélhetünk békéről, a nyugati szemszögről. Nézzük, hogy a védikus megközelítés hogyan beszél a békéről. Ő azt mondja, hogy béke akkor van a külvilágban, hogyha az ahimsza elvét, vagyis az erőszak nélküliség elvét követjük, ami arról szól, hogy nem ártunk senkinek sem gondolatban, sem szóban, sem tetten. Hogyha ezt az elvet követjük, akkor nincs ilyen erőszak, tehát a béke van helyette. A belső béke szintén a nyugalmat helyezi a központba, úgy, hogy az elmét megtanuljuk majd kontrollálni, ebben segítségünkre lesz majd a jóga. Ha megnézzük a béke és a harmónia szavak meghatározását, akkor egy harmadik fogalom is fölmerül, méghozzá az egészség fogalma. Ez nem véletlen, hiszen az egészség, boldogság, harmónia mind összhangban van egymással, egyik segíti a másikat. Nézzük meg a következőben, hogy az egészség mit is jelent. Nyugati megközelítésben az egészség nem csupán a betegségek hiánya, hanem a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota. A védikus megközelítésben az egészség nem más, mint a test, az érzékszervek, az elme és a lélek megfelelő használata, és az egymással való kapcsolatuk összhangja. Mi szoktuk is mondani ezt a kis közmondást, hogy épp testben, épp lélek. Tehát, hogyha megvan az egészség, akkor biztos, hogy jelen lesz a béke és a harmónia is a személyiségünkben. Hogyha megnézzük mindhárom fogalmat, akkor minduntalan elő fog kerülni bennük a test, szellem és a lélek hármasa. Ez nem véletlen, hiszen ezen három szinten keresztül fog vezetni az utunk a béke eléréséhez is. A megoldás a békére és a harmóniára három szinten keresztül nyilvánul meg. Testi szinten egészségesen kell tartani a szervezetünket, szellemi szinten az elménket elégedett és békésség kell tenni, lelki szinten pedig az önmagunkat kapcsolatba kell hozni Istennel és az általa teremtett világgal. Ha ezek megvalósulnak, akkor fogjuk elérni a békét és a harmóniát.
test szellem lélek valójában az élőlények felépítésére utal. Most ezt a három szintet a joga tanításai szerint fogjuk megismerni, hogyan is épül fel az élőlény itt az anyagvilágban. Először is van a testi szint, ez nem más, mint a durva fizikai test, amely a szervezetünket építi föl. Aztán van a szellem, amely a finom fizikai testre utal, ez a tudatnak az irányítója, itt vannak az érzéseink, gondolataink és a tudásunk székhelye. Aztán van a lélek, ami ezeken túl létezik, az önvaló, vagyis a tudat és az élet forrása. A következőkben végigmegyünk egyesével ezeken a szinteken, kezdjük a testtel, a durva fizikai testünkkel. Ahogyan már az előbbi előadók is elmondták, a durva fizikai testünket az öt őselem, Pancha Mahabhuta építi föl, amely az éter, a levegő, a tűz, a víz és a föld. Ezek kombinációja fogja létrehozni a testünket alkotó sejteket, szöveteket, anyagokat és energiákat. Ugye minden egyes őselemnek van egy tulajdonsága is, és ezeket a tulajdonságokat is fogják képviselni a szervezetünkben. Például ugye a föld, az kemény és szilárd, ilyen módon a szervezetünknek a vázát fogja alkotni. A víz az folyékony és nedvesik, a szervezetünkben a párásítást, olajozást fogja végezni. A tűz, ugye tudjuk nagyon, hogy energiát és hőt ad, a testünkben is így lesz jelen, energiát ad neki, és a tűznek van még egy természete, hogy anyagokat le tud bontani. Ugye gondoljunk egy darab fára, ami ott ég a tábortűzben, a fa elemeire gomlik, hamura, füstre, és energiára, ugyanígy a szervezetben jelen lesz a tűz, ugyan nem fog égni, de ez az átalakító természete ott lesz, a tápanyagokat fogja lebontani, így az emésztést vezérli a tűz elem a testünkre. A levegő az ugye mozgékon, ebből kifolyólag minden mozgatásért lesz a felelős, a testünkben a szállításért. Az éter az pedig térkitöltő szerepe révén fog megnyilvánulni az anyagi testünkben. És minden egyes őselemhez tartozik egy érzékszerv, egy érzékelés is. Például, ugye ahogy mondták az előző előadók is, hogy is volt, a szemhez tartozott ugye a fény, a tűz és a látás. Akkor ugye a fülhöz tartozik a hallás és a levegő. És így tovább, minden elemhez tartozik egy érzékelésszerv is. Tehát a durva fizikai testünk, azokat a szervezet és a szövetek alkotják, és az érzékszervek. Durva fizikai testünk lesz az, amely hordozza magában majd a finom fizikai testet és a lelket. Következőben beszéljük meg a finom fizikai testünket, vagyis a szellemi, mentális testünket. Ezt a finom fizikai testet három elem építi föl, az elme, intelligencia és a hamis ego. Ezek hárman alkotják az anyagi tudatot, vagyis a csitten. Hogy jobban megismerjük a finom fizikai test működését, külön-külön is meg kell ismernünk az egyes elemek felépítését, úgyhogy most tegyük sorra őket. Az első elem, ami felépíti a finom fizikai testünket, az elme, vagy a manasz. Ez összehangolja az érzékszerveket és kapcsolatot teremt a külvilág és a tudatunk között, az információkat dolgozza föl. Fő feladata a gondolkodás, érzés és akarat a funkcionál gyakorlása. Elemez, majd tettekre utasítja a testet. Hogy ezt jobban megértsük, egy példát szeretnék mondani önöknek. Például megyünk az utcán, sétálunk, és elmegyünk egy étterem előtt, a kirakatban meglátunk egy nagy és finom tortát, akkor ugye az érzékszerveink, tehát a szemünk meglátja, az orrunk megérzi az illatát, fölfogja ezt az információt, az elme szállítja a tudatnak ezt az információt, az elménk társít ezen információk mellé egy érzést, hogy hát nagyon finom a torta, és én szeretem azt. És akkor, mivel az elmének megvan az a természete, hogy élvezni szeretne, rögtön utasítja a testünket arra, hogy menjen be, és egyen meg azt a tortát. De szerencsére ott van az intelligenciánk, amely a következő alkotó eleme a finom fizikai testnek, aki kielemezheti a helyzetet, és segíthet az elmének a döntésbe, hogy vajon tényleg bemenjen-e az a test, és megegye az egész tortát, vagy sem. Ilyen formán a következő eleme a szellemünknek a buddhi, az intelligencia. Irányítja az elmét, fő funkciói a megítélés, felmérés, megértés, kétkedés, értékelés, döntéshozás. A intelligenciánknak az a természete, hogy fejleszthető, változtatható, méghozzá tudás által.
Ha megfelelő tudásban részesítjük, akkor megfelelően tudjuk őt használni. Megfelelő tudás által ugye megfelelő döntéseket is fogunk tudni hozni. Hogyha visszatérek az előző példára, akkor ha tudom azt, hogy az egész torta elfogyasztása egészségtelen, és csak egészségügyi problémát fog okozni nekem, akkor ugye nem hallgatok az elmém szavára, hanem az intelligenciámra támaszkodva fölülbírálom ezt, és akkor nem fogom megenni az egész tortát, maximum csak egy szeletet ezek abból, és akkor az elmém is jól lakott, és a testem is egészségesen marad. Tehát ilyen funkció van az intelligenciának, tehát segít a döntéshozásban. És nagyon nagy szerepe van a jogában az elme és az érzékszervek kontrollálásának. Beszéltek az előző előadók is arról, nagyon fontos az, hogy ne dőzsöljünk, ne éljünk nagyon élvarház életet, hanem legyünk kicsit egyszerűbbek, lemondottabbak. Ez azt jelenti a jogában, hogy az érzékszerveket rendeltetésüknek megfelelően használjuk. Tehát például a szemünk arra való, hogy tájékozódjunk, nem pedig arra, hogy egész nap mozifilmeket nézzünk. Vagy például a szánk arra van, hogy táplálékot vegyünk magunkhoz, nem pedig például arra, hogy mámorító mérgező szereket fogyasszunk. Mert hogyha nem megfelelően használjuk ezeket az érzékszerveket, akkor biztos, hogy betegség lesz a következménye. Ugye megesszük az egész tortát, és el fogunk hízni, hogy akár cukorbetegség bármi fölléphet. Tehát nagyon fontos az érzékeket kontrolláljuk. Ebbe lesz segítségünkre majd a jóga. Többek között ebbe is fogunk segíteni. Benne a következő, ami felépíti a finom fizikai testünket, az ahankára, vagyis a hamis ego. Most léptünk. Hamis ego nem más, mint az az én kép, amit kialakítunk magunkról. Hogy az intelligencia az elmék segítségével összegyűjtjük az információt a környezetünkről és önmagunkról, és ezek alapján, ezen információk alapján kialakítunk egy én képet magunkról. Ez a hamis ego erős ragaszkodást fejleszt ki a test és a lélek között, valamint minden olyan dologgal, ami a testtel kapcsolatos. Tehát például a rokonokkal, a vagyonnal és az ideákkal. Megint, hogyha visszatérnek a tartás példára, akkor itt az lehet ugye a hamis ego, hogy kialakítom azt az én képet magamról, hogy én egy fiú vagyok, ki szereti a tortát. És akkor ez lesz az én képem. De szerencsére joga segítségével tudjuk azt, hogy nem az igazi énünk, vagy egy fiú vagyok, aki eszi a tortát és szereti, hanem én egy lélek vagyok, aki ezen túl létezik. És a léleknek nem a tortával van kapcsolata, hanem Istennel van kapcsolata. Nézzük meg, hogy mi is ez a lélek. Bár már nagyon sokat beszéltek róla, meg azt gondolom, hogy a következő előadásban is lesz róla szó, de itt is meg szeretném említeni a lelket, hiszen nagyon fontos, hiszen ez is fölépíti a lényünket. Tehát az élő lény alapvető azonossága, hogy egy lélek, melyet úgy szoktak hívni, hogy átmá vagy dzsíva, és ez az átmá, ez szerves része az Úrnak is, tehát ilyen formán örökkévaló, halhatatlan, teljes tudással és boldogsággal teljes. Ez a lélek a testben van belül. Tehát a lelket a finom fizikai test és a durva fizikai test egyaránt beborítja. Ez a két test, a finom és a durva, az, ami elpusztul és meghal, de a lélek az nem hal meg, az tovább megy egy másik testbe. A lélek jelenlétének a fő bizonyítéka az a tudat. Tudat létezése. Tudat a forrás. A léleknek... Igen. Tehát a tudatnak a forrása a lélek. Erre egy példát szokott mondani a Szentírás, ahogyan a nap beragyogja a sugaraival az univerzumot és fönntartja azt, ugyanígy a lelkünk a tudás által ragyogja be testünket és fönntartja azt. A lélek nélkül a test csak egy halott anyag, tehát itt nagyon fontos, hogy tudatosabb legyünk a lélek jelenlétéről is, ahhoz, hogy elérjük a belső békét és a harmóniát. Ezen elemeknek, tehát a testünket és a személyiségünket felépítő elemeknek van egy kapcsolata is egymáshoz viszonyítva. Egy hierarchikus rendszerben kapcsolódnak egymáshoz. Legfelül van a lélek, a lélek után következik az intelligencia, aztán az elme és az érzékek. Tehát valójában a lélek az, ami irányítja az intelligenciát, az intelligencia irányítja az elmét, az elme pedig az érzékeket. És ugye mondtam az előadás elején, hogy nagyon fontos az érzékeket kontrollálni. Az érzékeket úgy fogjuk tudni kontrollálni, az elmét szabályozzuk, az elmét pedig az intelligencia segítségével tudjuk szabályozni. Ahogy mondtam, megfelelő tudásra teszünk szert, és a tudásunk által tudunk helyes döntéseket hozni,
és irányítani az elménket. Amiért fontos még az intelligencia, az ábra alapján láthatjuk, hogy az ön valóban középen, tehát a szívünk közepén, és aztán ezek a finom elemek, az intelligencia, az elme és a hamis ego befedik azt. De legelőször, ami kapcsolatban van az önvalóval, az az intelligencia. Tehát az intelligencia lehet a híd az önvaló és a testünk között. Hogyha teljesen anyagi az intelligencia, akkor nem tudunk kapcsolatba kerülni az önvalóval, hiszen az önvaló az lelki, így csak lelki intelligenciával tudunk kapcsolódni hozzá. Tehát ez a feladatunk, hogy az intelligenciánkat lelkivé tegyük, és szabályozunk az elmét, hogy az ne kifelé figyelje, hanem befelé, és kezdje el megismerni az önvalót. És erre a tudásszerzésre, gyakorlásra, elme szabályzásra a legjobb módszer az a jóga. Nézzük meg, hogy mi is a jóga valójában. Magának a jóga szónak két jelentése is van. Az egyik jelentése összekapcsolódás, vagyis egyesítés a forrással, másik jelentése igába fogni, vagyis a test és az elme szabályzása. Hogyha ezt a két jelentést egybe tesszük, akkor értjük meg a jóga teljes jelentését, vagyis a jóga a test és az elme kiegyensúlyozásával összekapcsolja a lelket, a legfelsőbb forrással és Istennel. Tehát látjuk, hogy itt is a jógában is előkerül a test, a szellem, lélek hármasa, tehát a jóga mindhárom szinten fog nekünk segíteni. Hogy a jóga elérje célját, több technikai elemet is felhasznál, amelyek a következők. Ilyen elem, amit használ a jóga, a testgyakorlás, a légzésszabályzás és a meditáció. Természetesen a jóga több gyakorlati technikai elemet is felhasznál, hogy elérje célját, de ezek a legfontosabb elemek, és ezekről az elemekről fogunk beszélni, mert ezek mind lefedik a három szintet, a test, szellem, lélek szintjét. A testgyakorlás a testi szinten fog nekünk segíteni, a légzésszabályzás a mentális szinten fog nekünk segíteni, a meditáció pedig a lelki szinten segít nekünk. És most egyesével is megnézzük ezeket az elemeket, hogy jobban megértsük azok működését. Az első technikai elem, amit használ a jóga, az ugye az ászana. Az ászana kifejezés ülést és testtartás jelent, amely szilárdan megtartott, kényelmes, kivitelezési erőködés nélkül. És annak függvényében, hogy milyen módon vesszük fel ezeket a testhelyzeteket, és milyen irányban mozgatjuk át testünket, izületeinket, annak fényében több típusú ászana létezik. Nézzük meg ezeket, hogy milyen típusú ászanák léteznek. Térbeli helyzetüket tekintve vannak álló, térdelő, kéztámaszos, fekvő, ülő és fordított testhelyzetű ászanák. A test vagy az izületek mozgatását tekintve pedig vannak előre döntő, oldalra döntő, törzsnyújtó, hátrahajlító, gerincsavaró és csípőnyitó ászanák. Természetesen ezek a típusok egymással tudnak keveredni. Tehát van álló előre döntő, van álló oldalra döntő, és így tovább. Tehát, hogyha ezek az elemek, ezek a típusok keverednek, akkor több tucat típusú ászana tud létrejönni. Ebből kifolyólag van az, hogy a jóga több száz ászanát felhasznál a gyakorlása során. A teljesség igénye nélkül most nézzünk meg néhányat, hiszen az előbb mondtam, több százat felhasznál, és több száz ászanát nem fogok tudni bemutatni, igazából csak az érdekesség kedvéért fog egy-kettőt képeken keresztül is megmutatni, hogy el tudjuk képzelni, hogy miről is beszélünk most ászanák alatt, hogy mire is gondolok ászanák alatt. Nézzük őket. Az első ilyen csoport volt az előre döntő ászanák. Ugye itt is látunk álló előre döntő ászanákat itt vannak, aztán vannak fekvő előre döntő ászanák, tehát ezt is több helyzetben föl tudjuk venni. Közös jellemzőjük az, hogy a test hátulsó felszínét nyújtják meg, és a hasori szerveket aktivizálják. A következő nagy csoport az oldalra döntő ászanák. Itt is láthatjuk, hogy van álló, térdelő támaszos, ugye itt van az álló, térdelő támaszos, ez egy oldalt fekvő, ez pedig egy ülő pozíció. Ezeknek a közös jellemzője az, hogy a törzs oldalát nyújtják meg, és az itt lévő szerveket aktivizálják, mint például a májat, a lépet és a vesét. Aztán vannak a törzs nyújtó, erősítő ászanák, ezek közös jellemzője az, hogy a gerinc oszlopot nyújtják meg, és a törzs és izmait erősítik. A következő nagy csoportunk,
hátrahajló, melkasnyitó asanák, ezeknek a közös hatása az, hogy a törzs előső felszínét nyújtják meg, és a melkasi szerveket masszírozzák leginkább. Ott fejtik ki a hatásokat. Aztán a következő csoport a gerincsavaró asanák, ezek a gerinc oszlopot csavarják meg, a gerinc belőt és a kilépő idegeket masszírozzák meg. Itt is van, ahogy látjuk, álló, ez is egy álló, ez meg ülő, ez is ülő. Természetesen több gerincsavaró van, ennyi jutott most ide a diára. Nézzük a többi csoportot. A következő csoport a csípőnyitó asanák. Ezek a csípő körüli izmokat nyújtják meg, és a medence alhas szerveit aktivizálják. Aztán vannak a fordított testhelyzetű asanák. Közös jellemzőjük az, hogy az egész szervezetre kifejtik áldásos hatásaikat, hiszen beindítják, vagyis nem beindítják, hanem fokozzák, serkentik a vér és a nyirokkeringést, felfrissítik ezáltal az egész testet. A képek alapján láthatjuk azt, hogy nagyon sokféle módon, nagyon sok irányba át tudjuk mozgatni a testünket, kívül-belül megnyújtva, megmasszírozva azt. De nagyon fontos, hogy ezeket az ászanákat megfelelő módon vegyük fel és tartsuk ki. Tehát nem mindegy, hogyan alkalmazzuk őket. A testtartásokat az előtt módon kell felvenni és kivitelezni. A kitartás alatt az izmok vagy megfeszülnek, vagy megnyúlnak. Figyelem a végzésen, erővonalakon, síkokon és szöget megtartásában. Ezekre azért van szükség, hogy a asanák az életleni hatásokat valóban kifejtsék. Okozódik a vérkeringés és az anyagcsere. Tehát, hogyha megfelelően alkalmazunk ezeket a testhelyzeteket, akkor nagyon sok kedvező életleni hatást el tudunk érni belőle. És mik ezek az életleni hatások? Nézzük meg a következőkben. A hosszabb kitartás következtében az izmok megerősödnek, a testtartásunk javul. A nyújtásoknak köszönhetően az izmok rugalmasabbak lesznek, az ízületek pedig mozdítanyabbá válnak. A mozgás segítségével, ugye miközben felveszük az asanákat, majd lebontjuk, erősödnek, tehát a mozgás következében lesz az, hogy a szív megerősödik, a vérkeringés javul. A gerinc átmozgatásával, azzal, hogy a gerinc oszlopot jobbra, balra, előre, hátra döntjük, csavarjuk, ezáltal a gerinc belőt megmasszírozzuk, a gerincből kilépő idegeket is megmasszírozzuk, ezáltal az idegrendszerre nagyon kedvező hatást fejtünk ki. A belső szervek masszázsa pedig a belső szervek funkcióját fogja javítani. Például, hogyha a vesét megmasszírozzuk, akkor javulni fog a kiválasztás. A májat, akkor a méregteremtés, ha a gyomrot, hasnyálmirigyet masszírozzuk, akkor az emészt is fog javulni. A belek masszázsával az anyagcsere, a felszívódás javul, a lép masszázsával a vérképzés, pedig a belső elválasztása mirigyetre fejtünk ki mechanikai inger, akkor a hormonrendszer tudjuk kiegyensúlyozni. Láthatjuk, hogy a testünk minden szintjén, minden szervrendszer, minden szervünk szintjén tudunk egészségjavulást előidézni, tehát az egész test egészségesebb, életerősebb lesz. És ugye megbeszéltük, hogy a belső békés harmónia felé vezető úton ez az első lépés, hogy a testünket egészségesen kell tartani. Erre kiváló módszer az asanáknak a gyakorlása. A következő technikai elem, amit használ a jóga, az a pránajáma. A pránajáma az életerő légzés által történő szabályzását jelenti, fölhalmozza a testben a pránát és elősegíti annak áramlását. Hogy a pránájámat megértsük, meg kell értenünk a pránát is, tehát a következő dián ezt fogjuk látni, hogy mi is a prána. A prána az egy mindent átható életerő, fő alkotó eleme az éter. Legfőbb forrása a föld, a víz, a nap és a levegő. Ezekben van ott a prána, és ezeken keresztül tudjuk magunkba juttatni az életerőt. Hogyha a földben van a prána, azt a táplálékon keresztül juttatjuk a testünkbe. A vízben lévő pránát a földékfogyasztás által juttatjuk a testünkbe, a nap energiáját úgy juttatjuk a testbe, hogy sokat vagyunk a szabadban, a levegő energiáját pedig a légzésen keresztül juttatjuk a szervezetbe. A prána az, ami közvetlenül fenntartja és aktiválja a testet és az elmét. Igazából a prána az egy anyagi energia, tehát nagyon fontos megérteni, hogy ez nem egy lelki energia, egy anyagi energia, tulajdonképpen csak működteti a testünket és az elménket, ahhoz hasonló, mint az elektromos áram. Ugyan az áram működteti a háztartási gépeket, ugyanígy működteti a
prána, a testünket és a tudatunkat. A prána szabályzása a légzés irányításán keresztül valósul meg, tehát a jogában légző gyakorlatokat kell elsajátítani és gyakorolni ahhoz, hogy ezt a pránát megfelelően tudjuk áramoltatni a testünknek. Légző gyakorlatok három részből tevődnek össze, van a kilégzés, a belégzés, és van a légzés visszatartás. Ezeknek a részeknek is megvan a külön hatása, amiket kifejtenek a tudatra. A kilégzés az nyugtatja a tudatot, a belégzés az tisztítja, frissíti a tudatot. A légzés visszatartás pedig fokozza ezeket a hatásokat, amit a kilégzés és a belégzés ad. És annak megfelelően, hogy a tüdőnk melyik részét használjuk, három részlégzést különböztetünk meg. Ha a tüdő alsó részébe szívjuk a levegőt, azt hívjuk hasi légzésnek. Hogyha a tüdő középső részébe szívjuk a levegőt, azt hívjuk mellkasi légzésnek. Ha a tüdő legfelső részébe szívjuk a levegőt, azt hívjuk kulcsonki légzésnek. Ezt a hármat összetesszük, akkor megkapjuk a teljes jóga légzést. Jogában legelőször ezt szoktuk megtanulni, ezeket a részlégzéseket és a teljes jóga légzést. Hogyha ezt elsajátítjuk, akkor a saját spontán légzésünk is el fog mélyülni, és jobban föltölt minket majd életerővel. Fontos az, hogy a pránájámát is megfelelően alkalmazzuk. Kifejezetten fontos az, hogy egyenesen üljünk. Két szempontból fontos az egyenes ülés. Egyrészt azért, mert ha egyenesen ülünk, akkor adunk teret a tüdőnknek arra, hogy tudjon mozogni. Másrészt pedig azért fontos, mert így adunk teret az energiának arra, hogy tudjon áramolni testünkben. Aztán fontos az, hogy puhán, egyenletesen is milyen lélegezzünk. A kilégzés során elengedünk minden testi mentális feszültséget, zavaró érzést és gondolatot, még a belégzéssel nyugalmat és életet energiát lélegzünk be, amely aztán szétárad egész testünkben. Megfelelően alkalmazzuk ezeket a légző gyakorlatokat, akkor nagyon sok kedvező hatást tudunk elérni ezáltal a tudatunkra nézve. Mik is ezek a hatások? A légző gyakorlatok föltöltik a szervezetünket és tudatunkat életenergiával. A légzés irányítása szabályozza az elme működését, az elme pedig az érzékszerveket szabályozza. Az érzékszervek kontrolláltak, akkor elégedetté válunk, az elménk nyugodt lesz. Ez igazából úgy jön létre, hogyha figyeltünk, akkor megbeszéltük azt, hogy a prána az éter és levegő minőségből épül föl, és ugye, hogyha a légzésünket puhán egyenletesen tartjuk, akkor ilyen puhán és finoman tudjuk tartani a gondolatainkat is, tehát kialakul ez az elme nyugalom, az elme békéje. És hogy megbeszéltük, a béké és a harmónia felé vezető úton a második lépésünk az volt, hogy nyugtassuk meg az elménket, váljunk elégedetté. Ebben nagyon nagy segítség a pránájám gyakorlása. Természetesen a pránájám sokkal összetettebb, mint amit itt felvázoltam. Itt csak az alapokat mondom el, hogy könnyen meg tudjuk azt érteni, hogyan is működik a jóga. Jóga következő eleme, amit használ, az a meditáció. A meditáció folyamatában megtanuljuk uralni az elménket, egy pontra rögzítjük azt. Az elme fókuszának több tárgya is lehet, tehát több dologra is fókuszálhatunk meditáció közben. Mikre is fókuszálhatunk? Egyrészt anyagi tárgyra, másrészt lelki tartalomra. Anyagi tárgy lehet például egy értelángja, vagy egy gondolat, vagy egy természeti jelenség. Még lelki tartalom lehet egy ima, egy szent hely, egy szent személy, vagy egy ikon. Az anyagi tárgyakon való meditációnak az a hátránya, hogy az eredménye idéglenes. És azért idéglenes, mert a meditáció tárgya idéglenes. Hiszen az anyagi dolgokról tudjuk, hogy van kezdete és vége. Tehát ha egy ilyen tárgyon meditálunk, akkor annak az eredménye átmeneti lesz. Még ezzel szemben a lelki dolgokra azt kell tudni, hogy örökkévalóak, tehát ha egy örökkévaló dolgon meditálunk, akkor annak az eredménye is sokkal tartósabb lesz. A jogán belül lelki tartalmú mantrákon szoktunk meditálni. Mik is ezek a mantrák, nézzük meg, mit jelent a mantra meditáció, következőkben azt fogjuk megtanulni. A mantra szó jelentését a manasz, elme, és a prájati felszabadítás szavak együttes jelentéséből érthetjük meg. Tehát a mantra olyan hangvibráció, amely az elmét megszabadítja a zavaró érzésektől és gondolatoktól. A meditáció tárgyába téve az elme hullámzása lecsillapítható, és a megfelelő mantra alkalmazásával, megfelelő lelki mantra alkalmazásával nem csak megtanuljuk az elménket uralni, hanem meg is tisztítjuk az elménket az anyagi szennyeződésektől.
mit lehetnek ezek az anyagi szennyeződések? Az anarták, nem kívánatos tulajdonságok, mint például a tű, a mohóság, a becsvágy, a hamis ego, ezek mind-mind befedik az elménket, és mivel be van fedve az elme, ezért nem tudjuk az önvalónkat érzékelni. Ezek gátolnak meg minket abban, hogy a saját eredeti természetünket meg tudjuk tapasztalni. Így az elménket meg kell tisztítani, hogy érzékelni tudjuk az önvalónkat. Ez ahhoz hasonlatos, mint amikor egy poros tükörbe szeretnénk megnézni az arcképünket. Ha belenézünk egy poros tükörbe, akkor az arcképünk csak egy homályos formáját fogjuk látni. De ha megtisztítjuk ezt a poros tükröt olyan segítségével, akkor megláthatjuk benne eredeti arcképünket. Ugyanígy, hogyha megtisztítjuk az elménket, tudatunkat ezektől a nem kívánatos tulajdonságoktól, akkor megláthatjuk az eredeti önmagunkat, a lelkünket. Nézzük meg, hogyan is valósul mindez meg, hogyan alkalmazzuk a meditációt a gyakorlatban. A meditációra nagyon jól fel tud készíteni minket az ászanázás és a pránájáma gyakorlása. Az ászanák megerősítik a testünket, hogy hosszabb ideig tudjunk egy helyben lenni, a pránájáma pedig segít abban, hogy megtanuljuk az elménket uralni, hiszen a meditációban is szükségünk lesz erre az elme uralomra, hiszen el kell engedni a meditáció alatt a zavaró érzéseket, a gondolatokat, a környező világot kell elengedni. Ezt meg tudjuk tenni, ezután a következő lépésünk az, hogy az elménkben elhelyezzük a mantrát, csak is arra fókuszálunk, minden mást elengedünk, ott tartjuk a tudatunkba ezt a mantrát, így ez a mantra a lelki természetéből adódóan föltölt minket lelki energiával. Ez a társulás által jöhet létre. Erre nagyon jó példa a tűzbe mártott vas. Ugye a vas az önmagában nagyon hideg és rideg, a tűz az pedig meleg fényt ad, hőt ad. De ha vasat beleteszem a tűzbe, és kellő ideig ott tartom, akkor elkezd izzani. És ha elkezd izzani, akkor felveszi a tűznek a tulajdonságait, vagyis a vas is fog hőt adni, fényt adni, energiát adni. Ehhez hasonlóan, hogyha az anyagi tudatunkat belemártjuk a lelki mantrákba a meditáció során, akkor az anyagi tudatunk átalakul lelkivé, és felveszi a léleknek a tulajdonságait. Majdnem el is mondtam így ilyen formán a meditáció eredményeit az előbbi okfejlésem során. Igazából a meditáció a tudatot anyagi szintről a lelki tudatszintre emeli, a figyelmünket a transzcendens felé irányítja, kapcsolatot teremt a lélek és Isten között. Hiszen ezek a lelki mantrák nem különböznek Istentől, tehát hogyha lelki mantrákat vibráljuk, olyan, mintha Istennel társulnánk, tehát létrejön a lélek és az Isten közti kapcsolat, amely ugye a béke és harmónia felé vezető útunk során a harmadik lépés volt, hogy ez megvalósuljon. Összefoglalva a jóga eredményei, testi szinten a testünket egészségesen tartja, ugye ebben segített nekünk az ászanák, szellemi szinten az elménket békéssé és elégedetté teszi, ebben segített nekünk a pránájáma, lelki szinten pedig az önvalónkat kapcsolatba hozza Istennel, ebben segített nekünk a meditáció. A jóga mindegyik szintet külön-külön is kiegyensúlyozza, és az még a nagyszerű eredménye, hogy ezek egymás közti kapcsolatát is kiegyensúlyozza, és ezáltal létrejön a belső béke és harmónia állapota. Ennyit szerettem volna így elmondani az elméletről. Igazából azt szeretném még hozzáfűzni az előadásomhoz, hogy a jóga az nem egy ilyen filozófia, a jóga az egy gyakorlati, tapasztalati tudomány. Tehát ki kell próbálni ahhoz, hogy mindezt megéljük. És garantálom mindenkinek, aki itt van a teremben, hogyha kipróbálja, akkor fogja tapasztalni a jóga ezen áldásos hatásait. Pár hét után már tapasztalhatjuk ezeket. Szóval beszélhetünk sokat a jógáról, hogy milyen nagyszerű és hogyan vezet el a belső békéhez, de nem próbáljuk, nem fogjuk megtudni. Ez olyan, mint a méz. Mézről beszélhetünk, hogy milyen édes, de amíg nem kóstoljuk meg, nem fogjuk megtudni. Úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom azt, hogy próbálja ki a jógát, és tapasztalja meg mindezt, amiről itt beszéltem. Erre már most itt is van lehetőség. Azt hiszem a konferencia keretén belül lesznek jogaórák délután 2 órától, majd meg kell keresni valamelyik teremben. Úgyhogy ha valaki lelkes lett itt nagy hirtelen, akkor is próbálhatja ezt a gyakorlatba. Itt azt hiszem csak az ászanázást fogjuk gyakorolni, és a pránájámát, a meditációra nem lesz időnk, hiszen elég forgalmas az zajos a hely, meditációt jobb egy nyugodt helyen gyakorolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon örülök neki, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek további szép konferenciát szeretnék kívánni.
Ja, igen. Még azt beszéltük meg, elnézést, még egy pici feladatom van, mielőtt lemennék a színpadra, hogy amikor bejöttek a kedves résztvevők a konferenciára, a bejáratnál kaptak egy ilyen napirendet, ami nem a mai programot vázolta, hanem egy Ajurvéda által javasolt napirendet. Ezt így mi előadók összeültünk és gondoltuk, hogy önöknek adunk egy ilyet, hogy haza tudják vinni, hogy amit itt hallanak az előadások során, otthon is tudják alkalmazni ezt a gyakorlatban. Mivel itt beszéltünk az Ajurvédáról, a jogáról, és majd lesz a filozófiáról, tehát mind a három rész bele fog kerülni szép lassan a napi rendbe, és akkor láthatjuk, hogyan is kellene fölépíteni a napi rendünket. Itt láthatjuk, hogy szintén a Vata, Pitta, Kappa fogalmak kerülnek elő, amiről a Tamasi doktor úr már beszélt nekünk. Ugye azt mondta el a doktor úr, hogy a Vata, Pitta, Kappa az öt őseremből épül föl. Ugye a Vatát fölépíti az éter és a levegő. Ugye a Vatának maga a tulajdonsága lesz az, hogy könnyű, finom és áramló. A Pittát fölépíti a kiemelten a tűzelem, így az ő tulajdonsága is az lesz, hogy energiát átalakít. A Kappa dósát fölépíti a víz és a föld, így szilárdságot, nehézséget fog adni. És ezek a dósák nem csak a testtípusunkat határozzák meg, hanem ahogyan elmondta a doktor úr, a napszakokat is beszabályozzák. És akkor megfigyelhetjük, hogy hajnal 2 és 6 óra között van a Vata dominanciája, reggel 6-tól 10-ig pedig a Kappa dominancia van, délelőtt 10-től délután 2-ig a Pitta van, 2-től 6-ig megint a Vata, este 6-tól este 10-ig a Kappa, este 10-től hajnal 2-ig pedig a Pitta. És érdemes olyan tevékenységeket végezni, ami ezekhez a dúsákhoz kapcsolható. Tehát ilyen formán például a Vata időszakában, hajnalban nagyon érdemes, ja igen, mert ugye a Vata mozgékony, ezért ilyenkor jó fölkelni. Tehát az Ajurvéda és a jóga azt ajánlja, hogy korán keljünk, napfelt előtt 2 órával. Akkor jó a reggeli tisztálkodást végezni, hiszen a reggeli tisztálkodásnak az lenne a célja, hogy a méreganyagoktól megszabaduljunk, amelyek a alvás során keletkeznek, és ugye mondtuk, hogy a Vata mozgékony, tehát a mozgás által tudjuk megtisztítani a testünket. A jóga szempontjából, amit ebben az időpontban jó gyakorolni, az a pránajáma és a mantra meditáció. Aztán a 6-tól a Kappa időszaka, ez már kicsit elnehezít minket, tehát ilyenkor reggelizünk, és aztán muszáj elindít a napot, és ilyenkor lehet nagyon jól végezni a munkát. Aztán 10-től 2-ig van a pittadósa dominanciája, ilyenkor van a nap a legmagasabban, tehát a tűzelem ilyenkor nagyon aktív, tehát egyrészt lehet aktívan dolgozni, másrészt ilyenkor kell a fő étkezést is megejteni, vagy az ebédet elfogyasztani, hiszen nem csak a nap van magasan, hanem az emésztés tüze is nagyon erős ilyenkor a gyomorba, érdemes ilyenkor ebédelni. Aztán délután van a Vata, megint a mozgás, az időszak, a mozgás időszaka van ilyenkor, tehát ilyenkor jó a testmozgást is végezni. Jelen esetünkben az ászanákat nagyon jó gyakorolni. Itt mondjuk én a relaxációra nem beszéltem, de azt is így lehetne tenni, és aztán este van megint a Kapha, tehát nagyon fontos lenne, hogy este 6 után ne nagyon végezzünk aktív munkát, hiszen akkor a Kappa nehéz természetek kerül túlsúlyba, ilyenkor jó lenne már lecsendesedni. Nagyon ajánlja a jóga és az Ajurvéda ilyenkor azt, hogy legyünk a családdal, nyugodjunk le, vagy lehet még ilyenkor is alkalmazni a meditációt, és korán kell lefeküdni, még ebben az időszakban, a nehézség időszakában 10 óra előtt. Ha 10 óra után feküdnénk le, az nem jó, mert ez már a Pitta időszaka, hogyha 10 óra után még fönt vagyunk, akkor megint elkezdünk fölpörögni, fölgyorsulni a Pitta dominanciája miatt. Ilyenkor aludni kell, méghozzá mélyen, mert ilyenkor történik meg a másodlagos emésztés és a sejt szinten történő anyagcsere, ilyenkor van a méregtelenítés. Hogyha aktívak vagyunk, akkor ez nem tud megtörténni. Hogyha mélyen alszunk, akkor a szervezetünknek van erre ideje és energiája, hogy ez megtörténjen, tehát ilyenkor mindenképp aludni jó. Így épül föl a jóga és Ajurvéda szempontjából a napirend, és a következőkben még meg fogjuk hallgatni dr. Tócsuma László előadását, a filozófiáról, a lélekről fog beszélni, és azok a pontok is majd belekerülnek ebbe a napirendbe, és az ő előadás után azt is ki fogjuk vetíteni önöknek, de egyébként azt hiszem megkapták ezt a teljes napirendet már, amikor bejöttek. Hát mindenkinek sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezt betartsa.
Azt gondolom, hogy ez egy nehéz feladat a mai korban, de nem kivitelezhetetlen. Nagyon sok ismerősöm és barátom eszerint él, és mindegyikük nagyon egészséges és boldog. Úgyhogy mindenkinek boldog és egészséges életet kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép napot.